A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok, Tamás Anita vagyok innen Kőbányáról. Innen fogok elindulni egy nem akármilyen nyomkövetésre, és szeretném, hogyha ti is velem tartanátok. Ugyanis, aminek utána fogok járni, az a művészettörténet és az építészet egy nagyon izgalmas kis szegmense. Nem biztos, hogy ez a téma elsőre annyira izgalmasnak hangzik, és elárulom, hogy én sem vagyok a téma nagy szakértője, ellenben mégis azt mondom, érdemes lesz velem tartanotok. Iskolai emlékeinkből talán derenghetnek a legfontosabb stílusirányzatok, mint például a romantika, a gótika, a reneszánsz. Na de nem fogok most egy műftőri órát tartani nektek, egyébként se tudnék. De nézzük egy-két példát! Ez az épület például itt mögöttem klasszicista stílusú, a Deák téri evangélikus templom, amely Budapest legrégebbi evangélikus temploma, és akár hiszitek, akár nem, régen ez az épület katonai ruhatárként is üzemelt. A bazilika pedig országunk egyik legmagasabb épülete, neoreneszáns stílusban épült. Mint ahogy a világ legtöbb zsinagógája, a Dohány utcai zsinagóga is mór stílusban épült, aminek a főbb jellegzetességei a vörös tégla, a kék csempe, a hármas árkácsor és a kazettás mennyezet. Jelentsen ez bármit is. Ám nem csak a budapesti, hanem a szegedi új zsinagóga is azok közé az épületek közé tartozik, amelyek mellett nem lehet csak úgy elmenni. Egyrészt azért, mert ez Magyarország második és a világ negyedik legnagyobb zsinagógája, másrészt pedig építészetileg is egy egészen fantasztikus alkotás. És ezt azok is rögtön megállapítják, akik egyébként nem annyira értenek a művészet történethez. Magyarország építészete nagyon színes. Azt szeretem ebben az országban, hogy bárhol is járkálok, mindenhol akad egy lenyűgöző épület. Nincs egy forma alkotás vagy stílus. Barokk, gótikus, reneszánsz, neoromán, historizáló. Hát igen, az építészeti skálánk nem kicsit színes és izgalmas. Egyszer az eltúlzott formák és díszítések a trendek, majd egyszer csak jön egy olyan stílus, mint például a szecesszió, ahol pedig az építésnél már a funkció volt az elsődleges szempont. Úgy váltakoznak és térnek vissza az egyes stílusok, mint egyes ruhadarabok a női divatban, ez pedig igencsak imponáló a számomra. Vannak olyan épületek, amelyeken egyszerre több stílus irányzat is megfigyelhető. Ilyen például a Vajdahunyadvára, ahol a gótika, a román és a reneszánsz barokk is jelen van. Ugyan belekóstoltunk nagyon sok stílus irányzatba, de engem valami egészen más érdekel. Egy olyan dolog, amiről nagyon sokat hallunk, de annál kevesebbet tudunk. Ennek fogok utána járni, de csak a jövő héten. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.